A szerb haladópárt koalíciós partnereivel újabb 4 évig vezetheti a Szóbecsei önkormányzatot. Vuk Radojevic polgármester szerint ezzel megvalósult az a politikai stabilitás Szóbecsén, amelynek hiánya korábban gúzsba kötötte a község fejlődését. Koji živimo na teritoriji opštine Bečej, dakle centralna pešačka zona, to će svakako biti prioritet. Naravno, nastavak ulaganja u vodovodnu kanalizacionu mrežu, u putnu infrastrukturu, evo i u drugoj polovini ove 2016. godine, značajna finansijska sredstva biće izdvojena u putnu infrastrukturu. Na teritoriji cele opštine Bečej, mislim i na sva naseljena mesta, biće asfaltirani i nasipani putevi i ulice. A KKT elnöke Nenad Tomásevics maradt. A községi tanács néhány korábbi tagja, azaz dr. Angyalko Miskovics, Dragan Kovácsev, Svetlana Vuletics, Miomir Jelenics és Stefaniga Csaba mellé tanácstaggá választották Gyúró Kricskovicsot, Deján Terzityet, Kis Igort és Smieszko Karolinát is. Az alpolgármester Dragan Tósics a polgármester eddigi segídje lett. Kinka Erzsébet volt alpolgármester mától a KKT elnök helyettese. Az elkövetkező 4 évben a Szóbecsei önkormányzatban 4 pillérre szeretnénk fektetni a hangsúlyt, a gazdaságfejlesztéssel, az itthonmaradásért, közbiztonságért, a minőségesebb életért, a gyermekeinkért, a magyar iskolákért, óvodákért, és természetesen a kultúrákért, a valódi értékeinkért szállnák síkra. Az elmúlt 16-7 hónapban megkezdett projektumokat szeretnénk először befejezni, azután pedig a minőségesebb élet cél megvalósításának érdekében fogunk mindenkivel együtt működni. Szóbecsén a hatalmi többséget a szerb haladó párt, a Vajdasági Magyar Szövetség és a szerb megújhódási mozgalom alkotja.